Köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Tej Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, főbb témeink néhány mondatva. Elindultak a földmunkák Pakson, a jövő évtized elejére üzembe léphetnek az új blokkok a miniszter szerint. Versenytánc világbajnokság, Örményországba utaznak. Ülések több napi rendi pontot tárgyaltak. Segítség a gyászban, van kiút. Menetrend szerint halad a paksi atomerőmű bővítése, amely nem csak versenyképesebbé fogja tenni a magyar gazdaságot, és nem csak garantálni fogja az energiabiztonságot, a környezetvédelemhez is nagyban hozzá fog járulni, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szeptemberben Bécsben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén megelőzően közölt adatokat a beruházásról, többek között a jelenleg zajló fejlesztések. Is. A külgazdasági és külügyminiszter november 6-án Pécsre látogatott, ahol a paksi bővítés jelenlegi állásáról is beszélt stábunknak. A paksi atomerőmű bővítéséről is kérdeztük a külgazdasági és külügyminisztert pécsi látogatásán. Szijjártó Péter elmondta, a szükséges földmunkák elkezdődtek. Végre zajlik az építkezés, tehát miután jogilag is rendbe tudtuk tenni a beruházást, és adaptálni tudtuk a mostani nem egyszerű nemzetközi jogi környezetre, azután meg tudtuk kezdeni a valós beruházási folyamatot, ami azt jelenti, hogy mind az ötös, mind a hatos leendő nukleáris blokkok alól ki tudtuk termelni a talajt, ez kb. 1,6 millió köbméter föld megmozgatásával járt, a szükséges résfal 60-62%-ban már készen van. A miniszter elmondta azt is, hogy ebben a munkában nem csak orosz cégek működnek közre. Azt egy német-amerikai vegyes vállalat építi, egyébként ennyit arról, hogy ez mennyire csak orosz projekt. 94 magyar vállalatnak van már a vállalkozói szerződése mellettük német, francia, amerikai, svéd, vállalatoknak nagy nemzetközi beruházásról beszélünk. A talajszilárdítási munkák megindultak november 2-án. A hosszú gyártási idejű eszközök közül a zónaolvadék csatát már gyártják Oroszországban. A reaktortartály gyártása jövő év elején indul meg, az ahhoz szükséges eszközöknek és hozzávalóknak a beszerzése. Alapanyagoknak a beszerzése zajlik jelenleg. Szijjártó Péter szerint az építkezés fizikai megkezdésével valós remény van arra, hogy a jövő évtized elején elkészül a bővítés, és rá lehet majd kötni a hazai energiahálózatra az új paksi blokkokat. Ezzel pedig nagy lépést tesz Magyarország abba az irányba, hogy a hazai energiaellátás a nemzetközi piacok mindenféle nehézségeitől függetlenül rendben legyen. Lesodródott az úttestről, majd felborult egy nyerges szerelvény kedd délelőtt Pusztahencsén. A félpótkocsi szemes rakományának egy része kiömlött, a dízelüzemű vontatóból üzem és egyéb adalékanyag szivárgott. A helyszínre a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kármentesítő készlet segítségével megakadályozták, hogy még több gázolaj, valamint adalékanyag kerüljön a környezetbe. A bonyhádi rendőrkapitányság egyenruhásai a városban láttak el szolgálatot a napokban, amikor Bonyhád Majosról kaptak jelzést egy kollégájuktól, aki egy autó megállításához kért segítséget. Az igazoltatni akart kivilágítatlan kocsi sofőrje 4 utassal a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva elhajtott. Mint kiderült, a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel, az autó forgalmia lejárt. Csak tetézte a bajt, hogy a szonda is pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételre állították elő. Kiderült az is, hogy az autót a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta a fiatalember. A sofőrrel szemben büntető eljárást indítottak. Ifjúsági versenytánc világbajnokságra készül a szekszárdi Palásti Nándor és párja DNS Rozália. Az eseményt az örményországi Twin Music Hallban rendezik meg Jerevánban. A delegáció pénteken indul a megmérettetésre. Az örményországi Jerevánban megrendezendő versenytánc világbajnokságra utazik a szekszárdi Palásti Nándor és partnere DNS Rozália. A páros jelenleg 5. helyen áll a magyar ranglistán.
A Magyar Tánccsoport Szakszövetség felkérését a fiatalok átgondolták és elfogadták, mondta Palásti Nándor. Pénteken utazunk ki repülővel, szombaton felkészülünk lelkiekben és testilegben a versenyre, vasárnap fog zajlani a verseny, erről lesz élő közvetítés neten is, valamint lehet, hogy a tévében is Örményországban, ezt nem tudom pontosan. Itt lesz egy felvonulás, ahol minden országból a párosok felvonulnak, minden országból Kína, Amerika, mindenhonnan, európai országokból is mindenhonnan. Nándor jelenleg Pesten végzi edzéseit, ami sokat segített a fejlődésében. A sportoló hozzátette, a táncot nem egyszerű összeegyeztetni a tanulmányokkal. Ott megismertem Hidi Balázsékat, ők most a világranglista 15. helyén állnak. Ők a tanáraim, valamint András Szilvesztri és Váradi Martina, ők világbajnokok. Őnekik köszönhetem igazából a karrieremnek azt a részét, hogy ide kerülhettem, és elindulhatok egy világbajnokságon. A versenyen 62 pár fog indulni, az első szám szambatánc lesz. Ezt 10 zsűri tag fogja értékelni. A döntőbe végül a legjobb 6 produkció jut be. Magasak az elvárásaink, szeretnénk tovább jutni, szeretnénk minél előbb végezni. Nehéz lesz, mert a legtöbb páros, aki itt versenyez, magántanuló, nem is jár iskolába, ilyesmi, de én is és Rozi is járunk iskolába, aztán megyünk Pestre edzésre. Nehéz ezt megoldani, de igyekszünk. A páros munkáját a megfelelő felkészülés érdekében mentáltrénerek is segítik. Megkezdődött a mosolymanó karácsonyi gyűjtése az általános iskolákban. A 8. alkalommal meghirdetett akcióhoz az ország összes általános iskolája csatlakozhat november 6-a és december 6-a között, tájékoztatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cipős dobozba csomagolt ajándékokat, játékokat, édességeket, személyes üzeneteket még az ünnep előtt eljuttatják a nehéz helyzetben élő gyerekeknek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében kiemeli, hogy az ország legnagyobb iskolai karácsonyi akciójában az elmúlt 7 év során csaknem 70 ezer gyermeknek szereztek örömöt kortársaik. Hozzáteszik, hogy az ajándékcsomagot a tanulók iskolájukban adhatják le. A magyar kormány támogatásával Magyarországon a Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjában 50 új óvoda épül, 70 pedig megújul, ami mintegy 14 ezer férőhelyet érint, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós arról beszélt, hogy a kormány, a Katolikus Egyház, a települések és az óvodai dolgozók összefogásával országosan mintegy 4 ezerrel tudja növelni az óvodai férőhelyek számát. Továbbá számos épületet megújítanak, hogy azok később újra lélekkel és élettel telhessenek meg, fogalmazott az államtitkár. Kiemelte, meg kell akadályozni minden olyan törekvést, amely a teremtett világ ellenében szól, és ebben a küzdelemben fontos az egyházi, a katolikus oktatási és nevelési intézmények jelenléte, illetve segítsége is. Üléseket tartott Szekszárd pénzügyi, illetve gazdasági és városfejlesztési bizottsága. A napirendi témák között szerepelt a szőlőhegyi óvoda és mini bölcsöde eszközbeszerzése, az önkormányzat által fenntartott intézmények üres álláshelyének betöltése és a Garai udvar helyreállítása is. Rendes és rendkívüli üléseket tartott a közgyűlés két bizottsága Szekszárdon. A pénzügyi bizottság a szőlőhegyi óvoda és mini bölcsőde eszközbeszerzését tárgyalta. A folyamatban minden a tervek szerint halad, mondta Máté Péter, frakcióvezető. Hozzátette, a zöld felületek karbantartásával kapcsolatban is értekeztek. Ugye most az Aliszka Terrához átadtuk a zöld felület és köztársasági feladatokat, és ezt a feladat ellátáshoz eddig közhasznú munkásokat vettünk igénybe. A hivatal ezután nem szeretne közhasznú munkásokat igénybe venni, az erre költött pénzt, amit erre költöttünk eddig, tartozott hozzájuk 4 adminisztratív dolgozó, egy irányító dolgozó, ennek az összegét ezt ráköltjük plusz munkás felvételére az Aliszkaterrához, tehát ezt az összeget átcsoportosítjuk az Aliszkaterrához. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén a Garai udvar helyreállításának és felújításának költségeiről is tájékoztattak
mondta a képviselő. A műszaki igazgatóság ajánlatokat kellett arra, hogy mennyibe kerülne felújítani a Garai udvart, ami állna egy térkövezésből és a szökőkútnak a rendbetételéből. Ez nagyságrendek 50 millió forintos költség, amire majd akkor tudunk pályázni, hogyha a tulajdonunkban lesz, tehát még nem a városi tulajdon, még a vagyonkezelőnek a tulajdona, az állami vagyonkezelőnek a tulajdona, és amikor ez meg lesz, akkor esetleg a TOP plusz forrásba erre tudunk pályázni, vagy hát saját erőből lehetne ezt szembetenni, de egyelőre csak egy tájékoztató volt, hogy mennyibe kerülne, fölmértük. A pénzügyi bizottság 2, a gazdasági és városfejlesztési bizottság összesen 6 napirendi pontot tárgyalt. A sokszor tabu témaként kezelt gyász mindannyiunk életében jelen van. Erről tartott előadást a Kultúrkortyok Szabad Egyetem keretében Manhal Dóra, aki a kinesziológia módszerén keresztül nyújt segítő kezet mindazoknak, akik feldolgozatlan traumával szembesülnek. A gyászfeldolgozás segítségünkre van az érzelmi veszteség miatti fájdalom, az elszigeteltség és a magány enyhítésében. Erről tartott előadást Manhal Dóra. A gyász, mint jelenség, az azt gondolom, hogy mindannyiunk életében jelen van. És itt nem csak a halál esetén érdemes beszélni a gyászról, hanem nagyon sok más olyan folyamat is van, amikor nagyon hasonló szakaszokon megyünk keresztül, mint a halálfeldolgozásakor. És ezért azt gondolom, hogy automatikus és magától érthetődő az is, hogy ilyen témával is megkeresnek engem. A fájdalom, a hiány pedig ott maradhat bennünk akár életünk végéig, hatást gyakorolva ezzel minden egyes napunkra. A fájó érzésekből azonban van kiút. Van egy olyan fázis, amikor ott maradunk egy hiánnyal, és nem nagyon tudjuk azt, hogy hogyan tovább, vagy hogy lesz-e tovább, mi a kiút ebből a helyzetből, vagy van-e egyáltalán kiút a helyzetből. És a vége az, ahova egyébként nagyon sokan nem jutnak el, hogy el tudjuk fogadni azt, ami történt. Nem beletörődni, hanem elfogadni, és el tudom fogadni azt, hogy az életem megváltozik, és nem rosszabb lesz, hanem egyszerűen csak más lesz az élet ezután. A gyászban elakadást a be nem teljesült érzelmi kommunikáció okozza, ebben nyújt segítséget a szakértő. Regionális hírei következnek. Kedvezőbb adózási jogszabályok, a borászokat segíti a változás. Olyan városvezetés kell, amelyik a kormánnyal képes együttműködni, sajtótájékoztatót tartott a pécsi Fidesz frakció. Sokszínű tánccsoport megalakulásának 50. évfordulóját ünnepelték a Lővény Tánc Együttesnél. Kedvezően változnak az adózási szabályok a borászok számára. November 16-ától lépnek érvénybe azok a juttatási előírások, amelyek adómentességet jelentenek bizonyos esetekben. Cél, hogy az értékesítési gondokkal küzdő ágazat hazai szereplőit segítse a kormányzat. Így a kedvezmények is csak a borászoktól közvetlenül beszerzett termékekre érvényesek. Sokan ajándékoznak bort ma is a cégek közül. Hamarosan kedvezőbb adózási feltételekkel tehetik ezt a gazdasági társaságok, tudtuk meg a NAV baranyai sajtóreferensétől. 2023. november 16-ától adómentes a közvetlenül borászattól beszerzett, palackozott, oltalom alatt álló eredet megjelöléssel vagy földrajzi megjelöléssel ellátott bor borászati termék juttatása, ha arra reprezentációs vagy nem reprezentációs vendéglátás keretében, üzleti ajándékként, csekélyértékű ajándékként kerül sor. Ebben az esetben személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni. Vannak olyan esetek, amikor nem lehet ezt érvényesíteni, mondja Barlai Krisztina. Nem adómentes a juttatás abban az esetben, hogyha a beszerzés kereskedőkön keresztül történik, például borházon keresztül, vagy kis- és nagykereskedelmen keresztül, vagy üzletláncon keresztül. Nem kérdés az sem, hogy évente hány alkalommal lehet így adómentesen juttatni ajándékot. Az egyes juttatások fogalma és értékhatárai nem változtak, így beletartozik az adómentesen juttatott borászati termék és értéke. Csekélyértékű ajándékot továbbra is évente egyszer lehet juttatni, a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben, amelyben a borászati termékre jutó érték adómentes.
Az egész európai borpiacot érintő értékesítési nehézségek, hazai piaci szereplők általi leküzdése, valamint a minőségi borok értékesítésének növelése érdekében a kormány döntése alapján tehát november 16-ától az üzleti célú reprezentációra és üzleti ajándéknak megvásárolt oltalom alatt álló eredet megjelöléssel, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek mentesülnek a reprezentációs adó megfizetése alól abban az esetben, ha a terméket közvetlenül az azt megtermelő borászattól vásárolják meg. Olyan városvezetésre van szükség, amelyre a kormány és partnerként tud tekinteni, mondta Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője kedden a sajtóképviselőinek. A jobboldal képviselője hangsúlyozta, fontos lenne, hogy Pécs ismételten visszaállhasson arra a fejlődési pályára, amelyről az 1980-as évek derekán letért. Ehhez pedig együttműködni kell a mindenkori kormányzattal, függetlenül attól, hogy milyen politikai színezetű. Pécsnek olyan városvezetésre van szüksége, amely tud és hajlandó is a partnere lenni a magyar kormányzatnak. Ugyanis Közép-Európában, aki nyitott szemmel jár és kicsit is jártas a gazdaságfejlesztési kérdésekben, az egyetért azzal, hogy a városi gazdaságfejlesztés nem lehet a mindenkori kormányzatnak a segítsége nélkül, mondta Csizmadia Péter a keddi sajtótájékoztatón. Látjuk, hogy Magyarországon is, mint ahogy egyébként a V4-ekben is, de a távolabbi kelet-közép-európai térségben is nem történik más, mint hogy egy állami befektetés ösztönző szervezet, Magyarországon ugye ez a külügyminisztérium mellett működő befektetés ösztönző ügynökség, az, amely folyamatosan 0-24 órában dolgozik azon, hogy az adott országba jöjjenek és az adott városokba jöjjenek befektetők, nagy befektetőkről beszélek, így Pécsnek sem lehet más feladata, mint hogy ezzel a testtartással, ez az együttműködő partneri testtartással ehhez a munkához látni. Tudjuk, hogy Pécs a rendszerváltozás nagy vesztese volt, tette hozzá a kormánypárti képviselő. Nagy ipari városként a 80-as évek virágzó gazdasága a 90-es évek alatt és után összeomlott, és ezzel párhuzamosan a korábbi színvonalas kulturális élet is, egyéb szolgáltatások is hanyatlásnak indultak, fogalmazott Csizmadia Péter. Ezért a pécsiek okkal várják azt, hogy ezen változtassunk, de lehet ezt másképp is. Mi erre vállalunk kötelezettséget, így hogyha a pécsiek megtisztelnek minket a bizalmukkal a jövő évi választásokon, akkor mi fölállítunk egy a külügyminisztérium mellett működő befektetés ösztönző ügynökséghez hasonló városi szervezetet. Van erre pozitív példa, Debrecen városában ilyen működik, láthatjuk, hogy milyen hatékonysággal működik, és nekünk én azt gondolom, hogy ha követnünk kell magyar nagyváros példaként, akkor jelenleg Debrecen az az egyik, amely a vidék gazdaságfejlesztési motorjaként, zászlóshajóként jó például szolgálhat szerintem minden nagyvárosnak. Ezért mi a debreceni mintát és a debreceni rendszert kívánjuk átültetni Pécsre. Jelenleg egy gazdasági főosztály működik, nem túl hatékonyan, hangsúlyozta a jobboldali politikus. Gyakorlatilag Pécset az elmúlt időszakban elkerülték olyan komolyabb befektetők, amellyel Pécs valóban a nemzetközi gazdasági élet térképére fel tudnak kerülni. Tehát a jelenlegi rendszer az nem hatékony, az nem képes megoldani ezt a léptékváltást, amire nekünk itt helyben szükségünk van. Ezért mi erre a változtatásra teszünk javaslatot, és valóban egy olyan hatékony szakmai szervezettel kívánunk kilépni a befektetők elé, amelyek garantálhatják azt, hogy Pécs a következő évek, évtizedek nyertese legyen. Pécsnek is részesülnie kell abból a nagyvállalati nagy tőkéből, amelynek a megjelenése nélkül nincsen hatékony gazdaságfejlesztés sehol Közép-Európában, és itt Pécsen sem, hangsúlyozta a Fidesz-Pécsi frakció vezetője. A Lővei Fünfkirchen Lővei Táncegyüttes fél évszázados jubileumát ünnepelte november 4-én Pécsen, a Kodály Központban. A színvonalas gálaműsor keretein belül a nézők betekintést nyerhettek a tánccsoport sokszínűségébe. A tánccsoport nagy lelkesedéssel és rengeteg munkával készült a jeles napra.
Habár az együttes fő profilja a német nemzetiségi kultúra táncai, a gála műsort magyar és német táncok is színesítették. A táncok, amelyeket előadunk, olyan táncok, melyeket az évek alatt gyakoroltunk be. Szeretnénk Magyarország bármely pontjáról német nemzetiségi táncokat bemutatni, illetve magyar táncokat is természetesen. Mivel az őseink Németországból származnak, ezért német, illetve osztrák táncokat is bemutatunk ma este. A gála műsorban fellépő táncosok száma elérte a 100 főt, közel 60 aktív tagnak örvend ma a táncegyüttes. A tagok elkötelezett fiatal felnőttek, akik örömüket lelik a néptáncban és a nemzetiségi kultúra ápolásában. Az elején 4-5-6 párral dolgoztunk csak, egy garnitúra népviseletünk volt, most pedig már 2 jelentős zenekarral, közel 100 emberrel dolgozunk együtt. Emellett 10 vagy több garnitúra népviselet van már a birtokunkban, úgy gondolom ez is jelent valamit. A kultúra ápolásán kívül is rengeteg haszna van, ha a fiatalok egy ilyen közösséghez tartoznak. A mai fiatalok értékrendje azzal, hogy egy ilyen közösséghez tartozhatnak, azt gondolom, hogy abszolút jó irányban formálódik, és olyan pozitívumokat, olyan élményeket, olyan lehetőségeket kapnak, amit azt gondolom, hogy máshol biztosan nem. A tánccsoport sikereit rengeteg hazai, illetve külföldi fellépés és számtalan díj igazolja. Többek között a gála műsoron átadásra kerülő Lénau Prize is. A csoport célja a magyarországi német kultúra ápolása és továbbadása. Fellépései keretein belül igyekeznek értéket átadni a nézőknek. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Elindultak a földmunkák Pakson, a jövő évtized elejére üzembe léphetnek az új blokkok a miniszter szerint. Versenytánc világbajnokság, Örményországba utaznak. Ülések, több napirendi pontot tárgyaltak. Segítség a gyászban, van kiút. Csütörtökön ismét déli irányúra fordul a légmozgás, mely a Dunántúlon meg is erősödik. Reggel helyenként párásság, ködfoltok is előfordulhatnak, majd várhatóan ezek eltűnnek. Napos, majd délután már fátyol felhősödő, szűrt napsütéses idő alakul ki, csapadék nem hullik. Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de reggelig említést érdemlő csapadék még nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!